A választás természetesen személyes volt, a választási küzdelem pedig kemény, és 1848 tavaszán már senki nem törődött a szavakkal, mert a március 15-i forradalom elhozta a nemzetnek lehetőséget a cselekvésre, Magyarország újjáépítésére. Itt állunk és küzdünk a szabadságunkért és a függetlenségünkért. Nehogy tévedés legyen. Ha nem küzdünk, nem marad meg. Azt szeretnénk, hogy ez az ország továbbra is magyar ország maradjon.